Puma egy nagyon sokoldalú fajtáról beszélgetünk, néha terápiás kutya, néha ugatva tereli a nyájat. Vajon illik hozzád egy mudi, vagy soha nem fogtok jól kijönni egymással? A mudi egy relatíve friss fajta. 1936-ban volt az első leírás, 63 óta FCI regisztrált, a magyar pásztor kutyák közül a legfrissebb fajta, mondjuk egy 30-40 éve szinte csak munkára tenyésztették, tehát mivel ez egy terelő kutya, főként pásztorok, juhászok tartották, illetve arra szelektálták, hogy jól dolgozzon. A 21. században ezt ki lehet használni, mert azért viszonylag kevés embernek van már otthon nyája, amit lehet terelgetni. A legtöbb ember, aki mudit vesz, az nem megy el maximum egyszer-kétszer terel vele, de nem folyamatosan. Viszont ez a friss használati értékre való tenyésztés azt is jelenti, hogy nagyon figyel a gazdájára. Amit viszont szinte mindenhol ki lehet használni, főként, ha sportolunk vele. Tehát ezért van az, hogy ha megnézi az ember, valószínűleg az összes magyar fajta között ez az a kutya, amit sportba szinte mindenhol meg lehet találni, és nagyon magas eredményeket érnek el, és azt annak lehet betudni, hogy a mudi állandóan keresi a feladatot, de nem úgy, hogy magáért, a munkáért dolgozna, hanem a gazdi kedvéért. Tehát, hogy gyakorlatilag egyedül azoknak nem ajánlom a mudit, akik így nem szeretnének semmit csinálni, mert akkor tényleg ugatós lesz, mert hogy ugye alapvetően jelzőkutya, tehát, hogy az régen kívánatos volt, hogyha mondjuk lopni akarnak a juhok közül, akkor szóljon a mudi, de hát manapság már nem szeretnénk, hogyha állandóan ugatna a kutyánk, hogyha a szomszéd cica hazamegy, akkor jelezzen. Úgyhogy ha nem adunk neki feladatot, akkor ő talál magának, de abból általában probléma van. Viszont, hogyha adunk feladatot, azt maradéktalanul ellátja, és még boldog is. És amiről beszéltünk, ugye itt Süti, aki alszik lent, ő például terápiás kutya, amire azt szokták mondani, hogy ó, hát a mudi nem annyira szereti az idegeneket, ami így is van, bár azért itt lehetett látni, hogy annyira nem is irtóznak az idegenektől, mert hogy ez is szoktatás kérdése. De alapvetően, hogyha a gazdi valamit szeretne, ő annyira meg akar felelni, hogy tényleg szinte bármit meg lehet csinálni velük. Hát az az igazság, hogy ez az a dolog, ami nagyon kell dolgozni. Tehát, hogy én amikor eladom a piciket, akkor is mondom, hogy a korai szocializáció az már azonnal. Tehát, hogy elmennek, megszokja, hogy új helyen van egy hét, és utána vigye mindenfelé, mert hogy a különböző ingerek, az idegen környezet, idegen emberek, idegen kutyák, nagyon fontos, hogy korán már találkozzon velük. Nem egy szociábilis lény, tehát nem ez a kutya az, aki amikor a kutyaiskolában játék van, akkor johan játszani, hanem általában az a nekem emlékeim mindig a vihar kutyámmal, hogy vége van az adott blokknak, lehet játszani, az én kutyám leül és néz rám. És menjél már, mire az én kutyám ott tart, hogy elmegy játszani a többiekkel, addigra azt mondják, hogy na hívjátok be a kutyáitokat, kezdődik. Tehát, hogy sokkal nehezebben oldódik, mert a mudinak alapvetően nem annyira a kutya a játszótársa, hanem ő az emberre fókuszál. Erre szelektálták. Ami furán hangzik, de amit fontos megtanítani neki az az, hogy játszon a többiekkel. Tehát, hogy azért szoktam mondani, hogy a kutya iskolánál is sokkal fontosabb az ovi, mert a feladatokat nagyon könnyen otthon is megtanulja. Viszont azt, hogy a többivel el kell menni, a többi kutyával lehet játszani, azt lehet élvezni, azt kell megtanítani neki. És egyébként ugyanez a helyzet, amikor a terápiás kiképzés volt, ott is ugye egész másra kell figyelni minden fajtánál. Tehát a mudinál pont erre, hogy ott is van olyan rész, amikor idegennel kell elmenni, idegennel feladatot csinálni, és ugye az én kutyám mindig fél fejjel nézi, hogy most én miért vagyok ott. Tehát egész másra kell figyelni, mint más fajtáknál. Nekünk is van macskánk. Alapvetően jönnek-mennek, tehát, hogy mindenhez hozzá kell szoktatni. Ahogy mondtam, az alapszocializációban ez is bent van, hogy mindenhez hozzászokjon, és kiskorban ugye a macska kisebb, mint a kutya eleve. Tehát már amikor pici a kutya, már akkor le van tiltva mindenről. Tehát nálunk a macska az úr,
és megszokja. Ugye pont azért, mert hogy a Mudi az annyira, hát azt csinálja, amit a gazdi mond neki, megszokja azt, hogy a macska az úr, és ebbe így megmaradnak. De alapvetően azt kell először lerendezni, hogy ne üldözze, ne legyen azt, hogy prédának tekinti, hanem társnak. És ezt is az ember tanítja. Ha együtt élnek, nagyon szépen megtanulják, avval együtt, hogy azért, ha átfut a szomszéd macska, azt a mi macskánk is, meg a kutyánk is megkergeti, tehát, hogy nem azt jelenti, hogy most akkor egész életében soha semmi nem mozdul rá macskára, de nem vadászik. És ugyanez az erdőben is. Azért az összes juhászkutya jelentősen különbözik a vadászkutyáktól. Amikor ugye vadászatra hajtották annó, mert ugye szokták mondani, hogy arra is, ugye a hajtásra, de ők nem megölni akarják az állatokat, hanem lendületből hajtani, és ugye hát a hangjukat azt ki lehet használni, amikor kieresztik. Hát aki sportos, vagy legalábbis kutyás életet él, az az igazság, hogy a Mudinak a legfontosabb a gazdi közelsége. És az egy dolog, hogy mondjuk egyszer, itt azért nekem majdnem egy hektár a telkem, de mi is egyszer naponta sétálunk, mert ők nem futnak körbe-körbe a kertbe. Viszont nagyon fontos neki, hogy legyenek közös programok, de nem csak az, hogy érte, tehát mit tudom én, elmenjünk hétvégente kutyaiskolába, vagy terelni, vagy bármi agilitizni, hanem az, hogy olyan dolgokat, amiket együtt lehet csinálni, el lehet vinni étterembe, el lehet vinni gyakorlatilag bármire, sőt, az én fiam kutyája, ő nagyon élénk kutyus, ő aki szereti jelezni, bármi történés van, és amikor a fiam egyetemre járt, akkor egész nap képes volt vele lenni, de úgy, hogy ki volt az íróasztalából egy fiók véve, és a fiók helyén ott aludt egész nap, mert neki csak az volt fontos, hogy közel legyen a gazdájához, és inkább feladta azt, hogy bármi más csináljon, hanem ott volt egész nap. Tehát borzasztóan, ugye elegánsan azt mondjuk, hogy humán fókuszú, tehát hogy a gazdájáért bármit. Én olyanoknak nem is adok, akik csak kint tartják a kutyát. Ebből szokott mindig vita lenni, mert aki jelentkezik kutyára, annak ki kell tölteni egy kérdőívet, és hogyha visszaírok, hogy kinti tartásra nem adom, akkor elmondja, hogy igen, mert az eredeti, nem tudom mit, nem veszem figyelembe. Hát pont figyelembe veszem, csak ezt ugye nem mondom el mindenkinek, hogy ugye az eredeti cél az nem az volt, hogy kiverjük a Mudinkat a kertbe, hanem az, hogy együtt dolgozzunk. És ugye azért volt kint, mert a juhász is kint volt, és együtt voltak kint, tehát hogy ez az együttlét, ami az eredeti funkcióban bent van. Ugye kinti-benti tartásban vannak, de azért zömébe az én kutyáim is velem vannak. Tehát általában, ha dolgozom, és ott fekszenek az íróasztal körül, a süti, mint terápiás kutya elkísér sokszor a rendelésre is, jön velem, tehát hogy nagyon-nagyon szeretnek a gazdi közelébe lenni, és én ezért nem adok kinti tartásra, mert az gyakorlatilag kínzás, hogyha nem lehetnek a gazdival. Hát a Mudi ebből a szempontból a lusta ember kutyája, mert hogy szinte semmit nem kell csinálni. Én mindig egy kedves vesztis barátnőmmel, akivel együtt szoktunk menni kiállításra, mindig rosszul van tőle, hogy amikor ő már nem tudom mennyi ideje készíti elő a kutyáját a kiállításra, mi akkor kerünk föl és indulunk, mert ugye a Mudival semmit nem kell kiállítás előtt csinálni. Sőt, volt olyan, hogy Komáromba, ott a Monostori erődi kiállításba a vesztisóra vártunk a bírálatok után, és a kutyák elmentek úszni a Dunába, amit a legtöbben szörnyűködve néztek. Ezek meg gyönyörűen jöttek ki, mert ugye a hullámos szőr még szebb lett tőle. Igazából ugye azt szokták mondani, hogy olyan semmilyen a szőre, de alapvetően olyan enyhén hullámos. Azon kívül, hogy mondjuk a vedlésben, főleg ugye nekem szukáim vannak, tehát hogy őnáluk azért így a hormonális változásokkal van nagyobb különbség, a kanok szinte alig mutatják, tehát hogy minimálisan. Tehát én azt mondom, hogy nem is nagyon kell félni, mert ha nagyon látja az ember, hogy vedleni akar, akkor így évente egyszer-kétszer, de szinte semmit nem kell vele csinálni. Fürdetni meg, hát tényleg csak, ha valamivel belefekszik. Mi a helyzet a házőrzéssel, utatással? Nem lehet ellopni semmit. Szokták tőlem kérdezni, hogy kutyaton van, és ugye ezen ember is befér, hogy nem félek-e, hogy valaki bevegy. Hát mondom, aki ezen a kutyaajtón bejön idegen, az megérdemli, hogy bejut.
mert hogy szembenéz vele hat kutya, és nem fog elmenekülni, akkor nagyon bátor. A házőrzés szempontjából abszolút jó jelzőkutyák. Nem gondolom, hogy olyan, aki nem szeretnék, de merne nagyon jönni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a házőrzés önmagában, főleg azért, mert jelzők, néha azt is hallja az ember, amit nem szeretne. Nagyon fontos, hogy mivel megfelelni akar a gazdájának, ha mi úgy gondoljuk, hogy túl sokat jelez, ezt lehet szabályozni. És ahogy mondtam is, hogy minél több helyre elviszük az alapszocializációba, nagyon fontos, de nyilván minden folyamattanulás, tehát vissza kell jelezni, dicsérni, ha valami tetszik, sőt nagyon dicsérni, de ha valami nem tetszik, akkor rá kell szólni. Ezzel kapcsolatban ugye egyszer volt egy olyan német család látogatott ide, akinek volt Németországból mentett mudia, illetve itt egy másik tenyésztőtől vettek. Én segítettem a fordításban nekik annó, és eljöttek meglátogatni. Megkérdezték, hogy elmegyünk étterembe, vihetik-e a kutyáikat. Mondtam, hogy persze, én is szoktam, olyan helyre mentünk, ahol ismertek, és leültünk, és hogyha valaki benyitott, a kutyák elkezdtek ugatni. És egyre furcsábban éreztem magamat, mert hát mondom, egyrészt nem fognak többet beengedni az étterembe, és kérdeztem, hogy hát miért nem szólnak rá? Hát mondják, hogy nem, mert hát a mudi az egy ugatós fajta. És mondtam, hogy hát igen, igen, ugat, de hogyha azt mondjuk neki, hogy nem, akkor abba hagyja. Majd pár hét múlva hazamentek, és kaptam egy levelet tőlük, hogy igen, elgondolkodtak nagyon, és elmentek trénerhez Németországba, és azóta megváltozott az életük, mert tudják azt, hogy most már, hogyha a kutyával valamit szeretnének, akkor lehet formálni a viselkedését, és azért nyilván kényelmesebb olyanokkal úgy elmenni a kutyával, hogy ne ugasson, amikor nem szeretném. Még ha ugatós fajta is. Még ha ugatós fajta is. És arra képesek-e, hogy mondjuk tévét nézzenek velem? Azt abszolút. Tehát, hogy ez a... Sőt, néha még be is foglalja habóka a fotelomat, annyira jól megy neki a dolog. Abszolút, ugye, amit mondtam, hogy a fiammal tanulni is, tehát bármi ilyen tevékenységbe, de munkába is. Tehát, hogy ilyenkor és azért, aki már nagyobb, az tudja azt is, hogy például akkor nem illik ugatni, hogyha én dolgozom, akkor nem illik beleugatni, hogy jön a szomszéd macska haza, hanem akkor nyugodtan el vannak mellettem. Ezért is jó mondjuk lakásba tartani, vagy lehet lakásba tartani, de nyilván akkor sportos gazdinak kell lenni. Ugye sokan vannak úgy, hogy a színre figyelnek, ami nem a legjobb támpont. Én azt szoktam mondani egyébként, hogy leginkább azt érdemes, hogy az apját meg az anyját megnézni. Mert ugye egy kölyök általában cuki, és sok mindent nem tudunk róla. Az apja, anyja az, aki meghatározó, mert nagy valószínűséggel rájuk fognak hasonlítani. Hát igazából a mudi nem egy beteges fajta. Tehát azt lehet mondani, hogy éppen ezért, mert hogy ennyire munkára volt tenyésztve, és nem igazán arra, hogy mennyire szép, vagy mennyire házi kedvenc jellegű, ezért nyilván azokat az egyedeket, akivel gond volt, kiszűrték, nem igazán tudunk olyasmiről. Amik elő szoktak fordulni, ugye ezek a szőrhiányos állapotok. A hamvas színhez kapcsoltan öröklődik szőrhiány, ami sokszor csak annyi, hogy a füle vége kopasz a kutyának, de ez kapcsolódhat úgy, hogy szinte foltokba, tehát hogy nem egy esztétikus látványt nyújt a kutya, ami igazából nem betegség, meg egészségre nem káros, hanem egy olyan állapot, mint mondjuk a kopasz kutyáknál, ami betegségnél, ami gyakran előfordul, más pásztorkutyáknál is, ha immunrendszer gyengül, és általában nagyobb almoknál elő szokott jönni az a demodikózis, a szemkörüli szőrhiány, de ezeket prevencióval, kezeléssel egy pár hónap alatt meg lehet szüntetni, tehát ez a szőrtűző atka tulajdonképpen. Relatíve hosszú életűek, tehát hogy azt lehet mondani, hogy még a 10 éves az fiatalnak tűnik. Itt a süti mögöttem ő 10 múlt nyáron, a pisze, aki ott a lábait földobja, ő 14. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtad nekünk.